Kedves nézőink, köszöntjük Önöket! Híreink előtt kérem tekintsék meg képes tartalomjegyzékünket. Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda tavaly számos eredményes szűrővizsgálatot, valamint egészségmegőrzéssel kapcsolatos rendezvényt szervezett, nem csak megyei, hanem országos szinten is. Az EFI munkatársai egy évértékelő interjú keretében összegezték az elmúlt évet. A 2014-es évet összegezve milyen eredményekkel, statisztikákkal büszkélkedhet a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda? A 2014-es évben elsősorban azt mondanám el első körben, hogy hányféle programunk volt, ezeken a programokon, szűréseken a részvétel, és akkor utána pedig az eredményekről is beszélünk. A 2014-es évben összesen 25 féle programmal vártuk a lakosokat. Ez mind a kisteleket, mind pedig ugye a járásnak a településeit. A 25 féle programot egy picit három részre szedném. Ezen kívül, ugye ezen belül ugye vannak a klub foglalkozások. Ide 5 féle klubot sorunk, a mozgásterápia klub, a kardioklub, a cukorbeteg klub, amik ugye havi vagy heti rendszer két hetente rendszerességgel működnek. Érdekességképpen csak elmondanám, hogy a kardioklub a 27. előadásnál tart, a cukorbeteg klub a 30., míg a mozgásterápia klub szintén a 27. előadásnál tart az elmúlt hetek alapján. A másik rész, amire szétszedném, az pedig a szűrések. A szűrések ugye elsősorban az egészségnapok, amik ugye egy egész települést megmozgatnak, amik megtörténtek, az egy egészség expo, ami megtörtént 2014-ben itt Kisteleken, és folytatjuk majd 2015-ben is, valamint voltak további általános állapotfelmérések, ami pedig a helyi lakosoknak egyes kitelepüléseken, ha kimentünk, például Balástjára, Baksra, vércukor, vérnyomás, koleszterin, testzsírmérés, testtömegindex mérésekről szólt elsősorban, és ezen kívül voltak ugye a gerekeknek is szűrések, luttalp szűrés, gerincdeformitás szűrés, ahol szintén már elég nagy létszámnál tartunk, illetve volt még a fogászati kampány szűrés is, ahol összesen eddig a 2013-as, 2014-es év alatt 420 embert szűrtünk meg eddig. A harmadik része a programjainknak maguk az előadások, program tervezetek, ahol pedig az elég sokszínűek vagyunk, hiszen életvezetési klubot tartunk az iskolákba, szülésre felkészítő tréninget a kismamáknak, babamama klubot a gyerekeseknek, ezen kívül vannak a Ne tedd, gyere, mondd el, ez egy ilyen lelki segítő támogató programunk, amit pedig nyugdíjas kluboknak szervezünk, életet az éveknek program, tehát elég sokszínű programokat, sokféle programot terveztünk ebbe az évbe is, és hát várjuk majd a következő, vagy hát az idei évbe is a résztvevőket rá. Ami fontos még, ugye azt elmondanám, hogy a 2014-es évben elég sok vizsgálatot, szűrést végeztünk, ennek összesen 1033 fő vett részt, és ebből ugye, ami még érdekes, hogy ahány ember további irányításra küldtünk, az pedig 433 fő. Ez azt jelenti, hogy valamiféle még problémát találtak, és ugye ezt tovább kellett irányítani. Itt értetem azt például, hogy mondjuk egy EKG vizsgálatra pluszba, vagy egy kardiológiai vizsgálatra, egy echokardiográfiára, egy hallásvizsgálatra, további bőrgyógyászati vizsgálatra, további fogászati kezelésre szorul. Tehát ugye ezeken a szűréseken nagyon sokféle vizsgálatot végzünk, de hát ugye ez csak egy ilyen kitelepülés, tehát olyan eszközöket, olyan berendezéseket nem tartalmaz, hogy itt nagyon mélyre nyomóan ki tudjuk vizsgálni ezeket a dolgokat, ezért kell ugye a további irányítások. Ezeken az egészségnapokon szervezünk továbbá baleset megelőzési előadásokat is. Ennek a résztvevő létszáma 285 fő, ahol voltak nyugdíjasok, idősek, középkorúak, fiatalok és ugye gyerekek is. Ugye az iskolákba is elvittük, ahol az iskolások közül, ugye akik az ötödikesektől, vagy hetedik, nyolcadik, akik ugye ezt még fel tudják fogni, vagy már fel tudják fogni, és ugye elsősorban arra próbáltuk a hangsúlyt fektetni, hogy a mindennapi életben, hogyha történik egy baleset, akár otthon, akár az utcán, akkor erre hogyan kell reagálni, és mit kell tenniük az időseknek, gyerekeknek, bárkinek. A következő körben pedig egy picit részletezném a gyerekeknek tartott szűréseinket. Például a gerincdeformitás szűrés 222 főnek készült eddig,
És ami érdekes, hogy 104 főnél további vizsgálat szükséges, hogy ugye valamilyen problémát, ortopédiai problémát találtak, és ugye ez további vizsgálatra szükséges. Lúdtalp szűrés 236 főnél volt, és 95 gyereket tovább irányítottak. És akkor elmondanám itt még, amit kifelejtettem, az általános állapot felmérés, ugye amit itt a kisteleki búcsún is tartottunk 2014-ben is, meg 2013-ban is kitelepültünk, illetve 2014-ben Balástyán is részt vettünk az egészség hét alkalmával egy ilyen állapot felmérése, vércukor, vérnyomás, koleszterin, és ezeknek a szűréseknek az összlétszáma 2014-ben 407 fő. Ezek közül elég sokan voltak, akik valamilyen további belgyógyászati vizsgálatra szorultak, ez összesen 31 fő volt, nem olyan veszélyes. A testtömegindexet és a testzsírszázalékot ide már nem vettük bele, inkább csak a belgyógyászati vizsgálat, ami fontos ebből a szempontból. A 2014-es évben milyen nagyobb programokat szervezett az egészségfejlesztési iroda, illetve ezek mennyire mondhatók sikeresnek, eredményesnek? Ott folytatnám, hogy nem csak helyi szintű programokat valósítottunk meg, hanem országos rendezvényekhez is sikerült kapcsolódnunk. Ez többek között 2014 tavaszán volt egy úgynevezett Szűrések Éjszakája nevű program, amely országos szinten valósult meg. Ez az emlőrák betegségre hívta fel a figyelmet, illetve hát a szűrésnek a fontosságára. Csongrád megyéből több egészségfejlesztési iroda is vállalta ennek a programnak a népszerűsítését, tehát nem csak kampányoltunk és próbáltuk a hölgyeket meggyőzni arról, hogy mennyire fontos, hogy a szűréseken részt vegyenek, hanem tevőlegesen is részt vettünk abban a Kisteleki Önkormányzat segítségével. 19 hölgyet sikerült ezen az áprilisi napon a szegedi szűrőállomásra szállítani ingyenesen. Ott mindenféle egyéb egészségnevelési célzatú kis előadáson vehettek részt a hölgyek a szűrés mellett. Ugyanez a program folytatódott 2014 őszén is, ez a szűrési staféta nevet kapta, amikor is október 17-én Csongrád megyére került a sor a megyék közül, hogy szintén egy ilyen emlőrák szűrés kampányolására, segítésére az egészségfejlesztési irodák részt vehessenek. Ekkor 12 főt tudtunk meggyőzni arról itt a kisteleki kistérségben, hogy valóban ez mennyire fontos, és hogy részt vegyenek ezen a szűrésen. Szintén ingyenes buszjárat segítségével tudtuk őket a szegedi szűrőállomásra beszállítani. Ugyanakkor október 18-án a gasztronómiai fesztiválhoz csatlakozva az egészségfejlesztési iroda egy kerékpáros programot szervezett figyelemfelhívás céljából. Ez a kerékpáros program nagy sikert aratott, hiszen nem csak Kisteleken, hanem Csongrád megye nagy településein ideértve Szentest, Csongrádot, Vásárhelyt, Szegedet is. Délután 3 órakor egy hasonló program valósult meg ezeken a nagy településeken, nagyvárosokban, úgyhogy ezt mindenképpen sikeresnek mondhatjuk el. További fontos programjaink voltak, amit már a kollégám is említett, a 2014 évben megrendezésre került Expo. Ez egy kisteleki nagy egészségnap volt, ez egy egész napos rendezvény volt áprilisban, amelyhez az orvosi tevékenység, az egészségügyi szűréseken túl menően rendezvényt is sikerült megvalósítanunk. Ezen a rendezvényen volt reggeli futás, aztán a katonazenekar, a Vásárhelyi katonazenekarnak a bemutatója. Itt üdvözölhettük Monspart Saroltát, aki a futáson, a futás előtt a reggeli bemelegítésben nekünk segítkezett és végigkísérte az egész napunkat. Nagyon jól tudtunk együtt dolgozni a kisteleki rendőrkapitánysággal, a katasztrófavédelmisekkel, a balástyai önkéntes tűzoltókkal, és egy színvonalas programot sikerült megvalósítani. Ezen a programon volt bűnügyi helyszínelés, drogprevenciós bemutató, biztonsági öv szimulátorral történő
bemutató, és ezeket ki is lehetett próbálni, és hát természetesen rendeztünk még a gyerekeknek kerékpáros versenyt, és a kisteleki mentőszolgálat dolgozóival egy ilyen elsősegély lávsót sikerült még megvalósítanunk. Az egész napunkat végig segítette Györfi Pál úr, ő az országos mentőszolgálat szóvivője volt, és hát az összes rendezvényen ebből adódóan, illetve hát reméljük, hogy nem csak ebből adódóan 403 fő vett részt, ezt nagy sikernek könyvelhetjük el, hiszen azért a szűrések mellett mentek ezek a szabadidős rendezvények is, és a futáson 41 fővel vettek részt a kistelekiek, és ahogy a kollégám is mondta, 231 főnél történtek meg az egészségügyi szűrések, ebből 80 főnél találtak olyan elváltozást, amelyek további vizsgálatot, további kivizsgálást tettek lehetővé. Ezek is mutatják ezek a szűrések, hogy szükség van ilyen rendezvények szervezésére, hiszen ezek nem munkaidőben történnek, lehetőséget biztosítunk arra, hogy esetleg egy szombati napon, amikor a munkából nem kell kiesni, akkor is eljöhetnek az emberek, és eljöhetnek mellettük a családtagok is. Ezt az Egészség Expo-s rendezvényünket 2015 áprilisában szeretnénk megismételni. Dolgozunk már rajta, hogy milyen programokat szeretnénk, minél színesebb programokat összeállítani, és természetesen az egészségügyi szűréseket pedig mindenképpen meg fogjuk tartani, vélhetőleg kibővített formában. Kollégám is említette, hogy nagy sikere volt még a mozgásos programjainknak. A futóklubunk továbbra is él és működik, és erre mindenképpen várjuk továbbra is az érdeklődőket, de a 2014 év másik nagy sikerű programja, ami több héten keresztül zajlott, ez a fogyiklub volt. Ezt 14 januárjától 12 héten keresztül sikerült megrendeznünk. Ezt a térség túlsúllyal küzdő lakosságának hirdettük meg. Az első állapotfelmérésen és úgy összességében 35 fő jelent meg a rendezvényeinken, a tornaprogramokon, az állapotfelméréseken. Ebből azt mondhatjuk el, hogy 20 fő volt, aki rendszeresen járt, és rendszeresen azon volt, hogy a testsúlyát csökkentse, és esetleg az életmódját hosszabb távon megvalósíthassa. Érdekességként elmondható, hogy első körben mi a 30-as Body Max Index feletti lakosságnak hirdettük ezt a programot. Ezt úgy kell érteni, hogy olyan hölgyeknek, uraknak szántuk elsősorban, akik legalább 12-15, akár 17 kilós súlyfelesleggel is rendelkeznek, hiszen onnan azért nagyon szép eredményeket lehet elérni a testsúly csökkentéssel kapcsolatosan. Tehát körülbelül 13-14 fő volt az, aki ezzel a számértékkel rendelkezett. Sajnálatosan kell elmondanom, hogy azért még mindig azt a vonalat visszük, hogy elsősorban a hölgyek azok, akik ebben a programban részt vesznek, habár azért az urakat is szívesen látnánk egy-egy ilyen megmozduláson. A legnagyobb testsúly kilogrammos fogyás, ez egy 15 kilogrammos fogyás volt a 12 hét alatt, viszont a 35 fő az összesen 93,2 kilogrammot fogyott, és ez nagyon fontos további adat, hogy a hölgyeknél a derékbőség 165 cm-rel csökkent, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, és mindenki örült ennek az eredménynek. Ezt a programot sikeresen könyveltük el, nagy sikere volt az érdeklődők és a résztvevők körében is. Ebből kiindulva 2015 januárjában ismételten megrendezésre kerül ez a fogyiklubos programunk. Január 19-től pedig elindítjuk a tornaprogramunkat. A 7-6 napján lesz lehetőségük a hölgyeknek, illetve az uraknak tornázni, eredményeket elérni, és 12 héten keresztül háromszor történik majd egy diétás oktatás, egy állapot felmérés, hogy hogyan is tudják megvalósítani ezt az egészségesebb táplálkozást, amelynek hát ugye fontos része a testmozgás is. Mindezek mellett azt mondhatjuk el, hogy a 2014-es évet az a Kisteki Egészségfejlesztési Iroda sikeresen zárta, és remélhetőleg 2015-ben hasonló programokkal, hasonló népszerűséggel állhatunk a térségi lakosság rendelkezésére.
Idén is meghirdetésre kerültek az Erzsébet program pályázatai, melyek a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, a gyermekek, valamint a fogyatékossággal élők számára nyújtanak kikapcsolódási lehetőségeket. A pályázatok beadásában, valamint kitöltésében idén is közösségi mentor segít kisteleken. Az idén is meghirdetésre kerültek az Erzsébet program pályázati felhívásai, kik vehetik igénybe ezeket a lehetőségeket, illetve melyek lennének ezek a pályázatok. Igen, az Erzsébet program keretében ismét meghirdették az Erzsébet üdülési pályázatokat. Úgy, mint a tavalyi évben is, az idén is a nyugdíjasok, a fogyatékkal élők, a nagycsaládosok pályázhatnak, mint a szociális üdülési pályázatok keretében, és egyébként vannak már Erzsébet táborok is, tehát a gyermekek is pályázhatnak Erzsébet táborokra. Kezdeném az Erzsébet táborral, mert abból még nincs meg minden, tehát az egy kicsit rövidebb. Most, mivel tél van, ezért ilyen téli táborokat lehet igénybe venni pályázat útján, ilyen jeges, korcsolyázós táborokat. A szociális üdülési pályázatok keretében most a nyugdíjasok tudnak pályázni üdülésre, illetve fürdőbelépőre. Az üdülési pályázat ez azt jelenti, hogy egyhetes üdülést vehetnek igénybe, 5000 forint az önerő, amit be kell fizetni, és hát körülbelül egy 30 hely van, amiből választhatnak üdülést, tehát helyszínt, települést, ezek között szerepel a nagyon kedvelt, több éven keresztül már üdülésre igénybe vehető Siófok, a Siófoki Erzsébet üdülő hotel. Ez egy hatalmas nagy komplexum, és szinte oda mindig lehet menni. Itt teljes ellátással üdülhetnek 4-5 napon keresztül a nyugdíjasok, illetve a nagycsaládosok is, de arra majd később kitérek. Illetve nagyon kedvelt még Nyíregyháza Sóstó. Ott az üdülés keretében még kedvezményes vadaspark belépőt is igénybe lehet venni. Ezen kívül van több olyan település vagy Erzsébet szálláshely, ahol sajnos csak önellátással tudják az üdülést igénybe venni, de lehet, hogy oda pedig egy termálfürdő belépőt kapnak. Tehát valamivel kompenzálva van a teljes ellátásnak a hiánya. A fürdő belépőre is igénybe lehet venni az Erzsébet programot, az Erzsébet program pályázatai erre is kitérnek. Körülbelül 60 fürdőbe az országban mindenfelé igénybe lehet venni a kedvezményes fürdőbelépőt. Ennek az önereje 2500 forint. Ennek befizetése után a nyertes pályázó körülbelül 15-16 alkalommal, lesz fürdőtől függően, igénybe veheti a bizonyos fürdők szolgáltatásait. Ebbe például benne van Mórahalom, a Makói gyógyfürdő, a Vásárhelyi gyógyfürdő, ami itt a környékünkön van. És természetesen az országban több ponton igénybe lehet ezeket venni. Ezt a nyugdíjas pályázatot, ezt most írták ki 9-én. Február 9-éig lehet pályázni, illetve hát addig, ameddig be nem telik ez a lehetőség. Tehát ezért szeretnék biztatni minden kedves nyugdíjast arra, hogy minél hamarabb jöjjön és segítek beadni ezeket a pályázatokat. Illetve a fogyatékkal élők pályázatai, azok megjelennek majd február 12-én, a nagycsaládos pályázatok pedig március 16-án fognak megjelenni. Mik a pályázati feltételek? Mit lehet erről tudni? A nyugdíjasoknak a feltételei tulajdonképpen nem változtak. A tavalyi évben is, az idén is a 60. életévüket betöltött nyugdíjasok pályázhatnak, akiknek a havi jövedelme nem éri el a 147.000 forintot. További információkat hol találnak az érdeklődők az Erzsébet program pályázataival kapcsolatban, illetve itt Kisteleken kihez fordulhatnak esetleg a pályázatok kitöltésével kapcsolatosan, beadásával kapcsolatosan?
Az erzsébetprogram.hu honlapon lehet a pályázatokról bővebb tájékoztatást kapni, illetve hát nálam itt a sportcsarnok kis irodájában. Én foglalkozom ezekkel a szociális pályázatokkal, mindenki, akit érdekel, az itt megtalál ebben a kis irodában. Köszöntöm a televízió nézőket! Következőkben a Kisteleki Rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt héten történt legfontosabb eseményekről fogok beszámolni. Az elmúlt héten egy közlekedési baleset történt illetékességi területünkön. Az 5421-es számú úton egy személygépkocsi vezetője a járműve elé ugró őzet ütött el 2015. január 14-én a reggeli órákban. A balesetben személyi sérülés nem történt, megállapítást nyert, hogy a személygépkocsi vezetője a káresemény bekövetkezéséért nem vonható felelősségre. Az egyik baksi ingatlanból történt lopás január 15-én a hajnali órákban. Kerékpárt és akácfát tulajdonítottak el. A végrehajtott eljárási cselekmények eredményeként megállapítást nyert, hogy a bűncselekményt egy 20 éves baksi lakos követte el, aki gyanúsítottkénti kihallgatása során elismerte a terhére lótt lopás vétségének elkövetését. Ittas járművezetővel szemben történt rendőri intézkedés január 10-én az 5-ös számú főúton. A helyszínen alkalmazott elektromos alkoholtesztelrel mért értékre tekintettel az 51 éves Kiskun félegyházi személygépkocsi vezetőt a Kisteleki Rendőrkapitányságra előállították hiteles légalkohol vizsgálat céljából. A vizsgálat eredménye alapján közigazgatási bírságot szabtak ki vele szemben. Köszönöm szépen a figyelmet! A Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda az egészséges életmód jegyében 2015. januárjában is útjára indította méltán népszerű Fogyi Klub névre hallgató programját. A közel 3 hónapos program a túlsúllyal küzdő lakosok számára nyújt lehetőséget a testsúly csökkentésre. A résztvevők első alkalommal egy bevezető diétás tanácsadáson vehettek részt. Mindenkit a Fogyi Klubnak a második ilyen rendezvényén, amit ugye az Egészségfejlesztési Iroda rendez. Ugye a 2014-es évben már sikerült lezárnunk egy jó csapattal, egy jó eredményes Fogyi Klubot, úgyhogy bízom benne, hogy a 2015-ös évben is ez hasonlóképpen fog elsülni, vagy akár még jobb is lehet. Egy pár szó, hogy ugye az Egészségfejlesztési Iroda milyen célra hozta létre ezt a Fogyi Klubot. Ugye a program célja, hogy a túlsúlyjal küzdő lakosságot, hogy egy picit megpróbáljuk az egészséges táplálkozással és a mozgásprogramok által egy ilyen bizonyos testsúly csökkenésbe terelni őket, és egy bizonyos idő után ugye ez ne csak egy testsúly csökkenés legyen, hanem egy életmódváltás, amivel ugye az életmódja a jövőben meg fog változni, és neki már az lesz a normális állapot. Ugye a célcsoport elsősorban a 30 vagy az afeletti BMI értékkel rendelkezünk. Ugye itt a regisztráció során, majd ugye itt a héten, jövő héten lehet folyamatosan majd bejönni hozzánk regisztrálni. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek megjelenik a testmagasságát és a testsúlyát, és ez alapján ugye kiszámíthatunk egy értéket, ez a Body Max Index, és akkor ez alapján mérjük azt, hogy kinek mekkora. A normál az a 20 és a 25% között van. Elsősorban ugye a 30% felették, vagy a 30%-kal rendelkezők, de azért a tavalyi évben is volt, illetve idén is megengedhetjük magunknak azt, hogy azért a 30 és a 25% közöttiek is nyugodtan csatlakozhatnak, hiszen azért lehet, hogy ők is csak 1-2 kilótól szeretnének megszabadulni, tehát ez nem akadály, tehát azok is bejönnek majd hozzá. A végső cél ugye a programban résztvevő közérzetének és a testi lelki egészségének a megőrzése, javítása a cél. Tehát, hogy elmondhassák magukról 3 hónap múlva, hogy igen, a testem is, a lelkem is sokkal jobb lett, nyugodtabb vagyok, az egészségem is sokkal jobb. Tehát ezeket mind szeretnénk, hogyha önök itt együtt
mindannyian elérnénk, az edzőnkkel is, meg a jó magammal, meg a kollégáimmal. Jó, ugye a menet az úgy fog történni, lesz majd egy regisztráció, a kollégáktól az előadás végén fognak kapni egy ilyen jelentkezési lapot, amire a nevet, a telefonszámot kellene beírni, illetve erre föl kellene tüntetni azt is, hogy mikor tudnak bejönni erre a jelentkezésre. A jelentkezés annyit jelent, hogy amit már mondtam, hogy fölveszük a testsúlyt, testtömeget, testmagasságot, megnézzük a csípő és derékkörfogatot, mert ugye ez alapján tudjuk majd havonta vagy két hetente ezeket az értéket leegyeztetni. És ugye a három hónap végén, tehát a harmadik hónap végén pedig ugye lesz majd egy eredményhirdetés is, tehát ugye akkor nekünk szükségünk van ezekre az adatokra, hogy lássuk a fejlődést. Lesz egy táplálkozási tanácsadás, ugye ez, amiről már beszéltünk, ez a regisztrációval együtt történik majd, ugye itt fogjuk fölvenni az adatokat, itt hozzáteszem, hogy a tavalyiból tanulva egy picit azt kérném majd, hogy egy ilyen könnyű öltözetet kellene húzni, ami nem túl magas súllyal rendelkezik, hiszen a mérlegelésnél ugye ruhába fogunk méreckedni, és akkor szeretném azt, hogyha majd ugye a programnak a végén is ugyanabban a ruhában méreckedünk, majd látjuk, hogy mekkorát tudtunk belőle fogyni, és milyen nagy lett már ránk az a ruha, de akkor körülbelül ugyanazzal a súlya fog méreckedni akkor is. Jó? Tehát, hogy akkor ez így sokkal egyszerűbb lesz. Cipő nélkül, tehát akkor az mindenféleképp. Jó, és lesz egy mozgás programunk, és ugye pedig a mozgás program pedig arról szól, hogy lesz heti három edzésünk, és ezeken kell majd részt venni, hiszen a fogyásnak ezek a feltételei, hogy azért legyenek edzésbe az emberek, tehát valamilyen kalóriaégetés legyen, illetve odafigyeljünk, hogy a táplálkozásra, tehát ezek nagyon fontosak benne. A tanácsadás ugye az e-hét csütörtökétől fog indulni, tehát akik itt regisztrálnak, vagy esetleg sietnek, nem érnek vissza, vagy nem érnek haza, vagy bárhova, azok megtehetik a regisztrációt, jelentkezést még a héten bármikor itt az EFI irodába. A táplálkozási tanácsadás az csütörtöktől már el tud kezdődni. Tehát ha valaki most tudja, hogy az szabad idején tudja, hogy mikor fog lenni, akkor csütörtökre már be is írhatja magát itt a kollégáknál. Leginkább hétfőtől csütörtökig fog történni. Ez annyit jelent, hogy hétfő délelőtt délután is be lehet jönni, illetve megadtam egy 4 és 6 óra közötti időpontot is, hiszen aki esetleg munkában van, akkor csak utána fog tudni hozzánk csatlakozni. Ugye a tanácsadás az egyénre szabott lesz, ezt úgy szoktuk csinálni, hogy általában mindenkinek ugye meghatározzuk a súlyát, és ahhoz fogunk majd egy kalóriát számítani. Tehát nem fogok hatalmas kalória mínuszokat számítani, hiszen nem azt akarom, hogy az izomból, fehérjéből veszítsük súlyokat, hanem ugye a zsírszövetből és a zsírraktárakat próbáljuk meg kiüríteni, és ugye ez csatlakozik majd ugye az edzésekhez. Lesz majd egy diétás napló is, amit majd vezetni kellene, ez egy kis füzetecske, ez azért fontos, mert ebbe kellene leírni, hogy ki mit evett otthon és mennyit, mert én ebből fogom majd látni azt, hogy mennyi kalóriát fogyasztott el valójában. Jó, mert ez nagyon fontos nekem, hogy nem akarok adni egy listát, hogy miket kellene enni, lesz egy olyan része is, viszont a diétás naplót is visszakérem, mert ebből tudjuk egymást követni, hogy hol tartunk. Ez nem azért van, hogy akkor én most bárkit itt kontroll alatt tartsak, ez az önök ellenőrzésére van, mert úgy gondolom, hogy is a kollégáiból is tanulva, hogy ez fontos számunkra. Lehet csoportos és négy szemközti tanácsadás is, tehát akik barátnőkkel, kollégákkal be tudnak jönni hárman, négyen, ketten, ez mindegy, hiszen hasonló témáról fogunk beszélni. Aki viszont erre egy picit érzékenyebb, az nyugodtan szól, vagy ő azt mondja, hogy egyedül szeretne, akkor egyedül tartunk egy ilyen tanácsadást. És ugye itt ezen a tanácsadáson meghatározzuk a célokat is, hogy ki hány kilótól szeretne megszabadulni, vagy akár hány centimétertől. Jó? Hogy ezeket is meg fogjuk határozni. A diétáról csak egy pár szót, ugye itt nagyon fontos, hogy egyénre fogjuk szabni. Én mindenkivel nagyon sokat beszélek, sokszor megkapom a kollégáktól is, hogy hogy tudok ennyit beszélni, mert én miért beszélek ennyit. Ez pont azért, mert lehet, hogy valaki szereti a brokkolit, valaki meg nem szereti a brokkolit, akkor nem tudom beilleszteni a táplálkozásába. Vagy valaki csak háromszor eszik egy nap, valaki meg tud ötször is enni egy nap. Valakinek a munkája engedi, hogy ugye ott tudjon érkezni, valakinek nem. Tehát valaki irodában dolgozik, valaki nem. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami miatt én ezt jobban szeretem. Jó, hát a napi 4-5-ször étkezés, ezt megpróbáljuk bevezetni. Ugye megpróbálom általában a jelenleg is használt alapon, tehát amiket most is használnak a főzésüknél vagy az étkezésüknél, ezeket megpróbálom mindig belecsempészni a dolgokba, csak egy pici átalakításokkal. Tehát az olyan sok mindenről nem kell lemondani, inkább csak kalóriamennyiségekbe fogunk lemondani. Az azt jelenti, hogy mennyiségeket fogunk csökkenteni csak.
Jó, és vannak ugye reform alapanyagok is. Ugye itt egy-két dolgot felírtam, ugye Zablis, Triste, egy tönkői darab. Ugye ezek azért fontosak, mert ugye nagyon sok hírt is lehet hallani. Ugye egyet hozzáteszek még, hogy ugye a diétában nagyon fontos, hogy kompromisszumokat kell kötni. Tehát, hogyha egyszer diétázni akarunk fogyókúrázni, ez többféleképpen lehet. Tehát lehet fogyókúrázni úgyis, hogy egy picit egészségesen, lehet még egészségesebben, meg lehet attól is egészségesebben. Tehát ezt majd el kell döntenünk, hogy kinek mennyit enged ugye a pénztárcája, meg ő maga mennyit tud engedni, meg mennyi ideje van az előkészületekre. Jó, például ugye itt van a Riste is, tehát aki esetleg ugye fél a tejtermékek, ugye nagyon sok hírt lehet hallani a tejről, a tejtermékekről, hogy nem olyan jók az a felszívódás és az emberi szervezet számára, azoknak is van lehetőség, alternatíva, csak tudni kell, hogy ez vagy pénzbe kerül, vagy időbe, hogyha az ember otthon meg akarja csinálni. Tehát ilyen alternatívákat is föl tudok majd vázolni azoknak, akik esetleg jobban bele akarnak folyni. Viszont akik nem, azoknak el kell fogadni igenis, hogy akkor a baj helyett mondjuk margarint kell fogyasztani, hogyha használunk, vagy egyáltalán nem használja, vagy ugye mondjuk édesítőt kell használni, és hogyha mondjuk nem természetes édesítőt, akkor mesterséges, de ezeket használnunk kell ahhoz, hogy a fogyókúra elinduljon, és aztán majd a fogyókúra végén eldöntjük, hogy most elértük a célunkat, akkor innentől kezdve nekünk a saját testünket már csak tartani kell, és akkor eldönthetjük, hogy akkor most használjuk az édesítőt továbbra, vagy ugye hozzá próbálunk alkalmazkodni valami másik fajta táplálkozáshoz. Ezt én úgy gondolom, hogy a 3 hónap után mindenki már egy picit önállóan jobban fogja tudni ezeket kontrollálni, és jobban fogja érdekelni ezek a reform alapanyagok. Egy pár alapanyagot be is hoztam, ugye amik fontosak, ugye itt van egy zappehelyliszt, ezek sűrítésnél például ugye a főzelékekbe lehet használni, vagy akár lehet használni pudingokhoz is, felfújtakhoz is, tehát ezekhez lehet használni. Hoztam egy ilyen diabetikus lisztet, ez azért fontos, mert süteményeknél lehet használni, és a sütemények alatt azt értem, hogy nem a cukrozott sütemények, hanem ezeket is megpróbáljuk édesítővel elkészíteni, és gyümölcsökkel. Ez azért fontosabb, mert ennek a szénhidrát tartalma 47 g 10 dekába, jó, míg mondjuk egy sima lisztnek olyan 70-76 g közötti. Tehát ez csökkentett szénhidrát tartalma. A fogyókúrában nagyon jól lehet hasznosítani ezeket a puffasztott extrudált kenyereket, mert ugye reggelire, vacsorára, 10 óra, húzsonnára azért egyet, kettőt, hármat ugye el lehet fogyasztani, vagy akár ebédben is, hogy az ember ugye nem akar kenyeret enni. Ha valaki esetleg süt otthon kenyeret, vagy ő szeret sütögetni otthon, vagy ugyanúgy a főzelékekhez, ugye sűrítésnek, mártásokhoz, ez tönkölyliszt, teljes kérdésű tönkölyliszt, de lehet sima a teljes kérdésű búzalisztet is használni, vagy zablisztet. Ezek azért jobbak, mert magasabb ugye a rostartalom, és a magas rostartalom miatt ugye lassul a felszívódás, és ugye elnyúlik az emésztés, és ez miatt nem leszünk olyan éhesek. A 4-5-szöri étkezés is elméletileg azért alkalmazzuk, mert ugye sok kicsit fogunk étkezni, ez azt jelenti, hogy reggelit megesszünk, hát éhesek leszünk, még ezért lesz egy 10 órai, megint éhesek leszünk, lesz egy ebéd, tehát hogy ne legyen az, hogy mi most nagyon beeszünk, és ezért fontos, hogy a vacsora előtt is legyen plusz kis étkezés, hogy vacsora ne úgy legyen, hogy hazamegyek, és akkor a hűtő minden terül azt akár. Tehát ezeket kerüljük el azzal, hogyha uzsonnát is fogyasztunk. Jó, zabtehely, ugye tejtermékekbe bele lehet szólni, vagy akár aki a tejterméket kerülje, annak simán csak vízzel, aszalgyümölcsökkel, édesítővel, házi legvárral nyugodtan tudom ajánlani. És a fogyókúrába be lehet használni nyugodtan a durum tésztát is, ennek lassúbb a felszívódása, mint a sima búzalisztel készült tésztának. A kalóriatartalma ugyanakkora, tehát óvatosan kell vele bánni, csak a felszívódása más. Jó? Tehát sok terméknek, például a kenyereknél is a kalóriatartalom ugyanakkora szinte, tehát mindegy, hogy rossz kenyér, teljes kérdésű vagy sima fehér kenyér, a kalória ugyanaz. Tehát nekünk a mennyiségre oda kell figyelni, csak a felszívódás és az ásványanyag tartalma egy picit magasabb, ugye a reformlisztel készülteknek. Jó, hát lesz ugye egy mozgásprogram is, és ugye ebben a mozgásprogramban van egy másik szakember, a Balázs Anikó, akit most szeretnék megkérni, és akkor ő szeretne erről egy pár dolgot mondani majd. Köszönöm szépen! Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon sok embert nem ismerek még, ezért szeretnék én is bemutatkozni. Balázs Anikónak hívnak, és 2005 óta tartok különféle fitness edzéseket Kisteleken, és most már Balázs is egy 3 éve.
és most ezt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy vállaljam el ennek a 3 hónapos életmódváltó programnak a mozgásanyag részét. Úgyhogy heti 3 edzésen tudtok majd velem részt venni, ahogy látjátok is szerdán, pénteken és szombaton fogok edzéseket tartani, illetve ugyanennek a pályázatnak a keretein belül egy másik kolléganő és a Molnár Nikolett szokott még edzéseket tartani hétfőn, kedden és csütörtökön. Tehát gyakorlatilag, hogyha szeretnétek, akkor 6 alkalommal tudtok részt venni az edzéseken, bármelyik edzésre be tudtok járni. És én azt is szeretném javasolni, hogyha van időtök és tehetitek, akkor minél több edzésre járjatok be, hiszen annál hatékonyabb lesz az eredmény, a 3 hónap végén minél több edzésen részt tudtok venni. Az én edzéseim alapvetően 2 típusba fognak majd besorolódni. Lesz egy klasszikus alapformáló zsírégető aerobik óra, amikor csoportosan végezzük az edzéseket, tehát ugyanazokat a gyakorlatokat fogjátok majd csinálni, amiket én csinálok kint elől. Nem fogunk eszközöket használni, éppen azért, mert az eszközös órák azok egy nehezített óratípust feltételeznek, és mindenki fogja tudni majd magának szabályozni az intenzitást, azt, hogy mennyire lép bele egy-egy gyakorlatba. Nagyon-nagyon minimális koreográfiákat fogunk alkalmazni, tehát nem fogom túl bonyolítani, tényleg csak szinte alaplépések lesznek, illetve alapformáló gyakorlatokkal fogjuk ezeket majd kombinálni. A másik típusú edzések pedig a köredzések lesznek. Itt viszont már szét lesz bontva minden gyakorlat kezdő, közepes és egy nehezebb intenzitású gyakorlatra, tehát több gyakorlat fog egymás után következni, és mindegyiket szétbontjuk erre a 3 típusra. Éppen azért, hogy mindenki meg tudja találni magának azt, hogy mi az a nehézségi szint, ami éppen neki optimális vagy megfelelő. Tehát nyilván lesznek idősebb vendégek, fiatalabbak, túlsúlyosabbak, kevésbé túlsúlyosak, és azért bontom ezt így szét, hogy mindenki el tudja majd dönteni azt, hogy éppen az adott feladatban melyik gyakorlatot szeretné megcsinálni. Ezeken az edzéseken a bemelegítést fogjuk közösen végigcsinálni, és utána megyek mindenkihez és segítek, hogyha látom, hogy valahol elakadtok, vagy nem tudjátok megcsinálni a feladatokat. Úgyhogy bátorítok mindenkit arra, hogy minél több edzésen vegyen részt, próbáljátok ki, amelyik szimpatikus, amelyik tetszik, arra járjatok be. És hát ahogy a János is mondta, nyilván emellett a táplálkozásra is nagyon érdemes odafigyelni, úgy fogtok a leghatékonyabb eredményeket elérni, hogyha a mozgást összekombináljátok tényleg a helyes táplálkozással, és a program befejeztével is figyeltek arra, hogy megmaradjon valamilyen szinten a mozgás az életetekben, illetve a táplálkozási alapelveket is követni fogjátok, akkor fogjátok tudni tartani a súlyt is, amit majd itt le tudtok adni. És ennyit szerettem volna mondani, várlak benneteket szeretettel az edzéseken. Köszönöm. Tornateremben lesznek, igen, az iskolának, az általános iskolának a tornatermében. Tehát a futóklub is, meg a fogyiklubnak az edzése is a tornateremben lesznek, jó? Vagy vannak jelenleg. De a futóklub az mit akar? A futóklub az annyit akar, ennek csak az elnevezése futóklub, de így a téli időszakban ezek rendes aerobik edzések vannak ott is. Egész pontosan tornaprogramban majd tavasztól lesz némi futás mellé kombinálva, de ez nem ilyen órákon keresztüli futás. Jó, tehát így van. Még egy apró információ, a tornateremnek majd a hátsó bejáratát használjuk minden alkalom, hogy az iskola előről zárva van, ez gyakorlatilag a 2 tornaterem között lehet bemenni hátsó ajtóhoz. Jó, ennek az egésznek a végén április vége körül lesz ugye ennek a programnak a befejezése, és ugye nagyon fontos, hogy aki ugye jelentkezni akar, és ez a tavalyiból kiindulva fontos az, hogy kell egy elhatározás elsődlegesen, hogy valaki el akar jönni, de le akar fogyni x kilót. Jó, tehát amíg ez nem születik meg, hanem csak egy gondolatként ott van, akkor addig nem biztos, hogy fog sikerülni ez a fogyás, mert ugye nem fogjuk megtenni azokat a terveket, azokat a feladatok, hogy ez meg is történjen. Mert valaki bejön, beszélgetünk egyet, elmondjuk a diétát, elmegy edzésre egyszer-kétszer, valamikor nem megy el egy héten egyszer se, akkor nem fog sikerülni ez a fogyás. Tehát ahhoz, hogy valaki igenis le tudja adni azt a tervezett kilót, az igenis azt kell, hogy elhatározom, hogy igenis én most le fogok fogyni x kilót. Ebbe tudunk segíteni, az Anikó is tud segíteni, illetve én is, és akkor így hárman össze fogunk tudni egy jó kis fogyást, jó? Tehát ennek nagyon fontos feltételei. Egy pár adatot csak a tavalyi évből kiindulva. 35-en regisztráltak a tavalyi évben, és 20-an fejeztük be végül. Ugye az, hogy most ez a 15 fő hogy miért morzsolódott le, ez most mellékes dolog, viszont az a 20 fő szép eredményekkel zárult, és itt látszik az is, hogy ugye az első 3 helyezetnél, ugye az első hölgyike 106-ról 91 kilót, tehát 15 kilót fogyott le, míg a második, harmadik 8-8 kilót, ott többen is voltak, akik ez a 8 és 5 kiló között fogytak le, úgyhogy ott szoros volt a verseny.
Jó, itt ugye ez a részletezés, amit az előbb mondtam, 35 fővel indultunk, végül 20-an fejeztük, de én úgy gondolom, hogy ez a 20 fő az elég magas létszám, és ez a 20 főnek a fogyása volt összesen 93 kg, én úgy gondolom, hogy ez elég szép, és ugye a derékbőséget is ugye mértük, és ugye ez összeadva a 20 főre 165 cm, tehát jól hangzik, de én úgy gondolom, hogy mindenkinél megvolt az a 10-12 cm fogyásba, és ezt kívánom majd önöknek is, hogy ez sikerüljön, aki belevág és szeretne ugye itt majd együtt dolgozni velem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehetőség az megvan, és mindenki előtt ott van ez az út, hogy ezen végigmenjen. Én úgy gondolom, hogy az Anikó is, meg én is fogunk ebbe segíteni mindenkinek, aki részt vesz ebben. Ahogy a Piroska is mondta, lesznek nehézség, lesznek mélypontok. Ebből a szempontból a 3 hónap hosszú is, meg rövid is. Ugye abból a szempontból hosszú, hogy azért a diétát be kell tartani, és oda kell figyelni, és lesznek éjszakák, reggel, amikor az ember úgy még mindig éhes, és valamit kéne magával kezdenie. Hát ezekre majd találunk úgyis alternatívákat, hogy mikkel lehet ezeket kiváltani. De rövid is, mert ugye amikor ott lesz az ember már április végén, akkor már úgy már ilyen gyorsan eltelt ez az egész, és még csinálná tovább. Úgyhogy hát megpróbálunk ezekkel majd haladni. Jó, és hát ugye én kívánok tényleg sok sikert mindenkinek. Szeretném azt, hogyha majd az előadás végén akkor van egy ilyen jelentkezési lap, aki ezen regisztrálja, fölírja a telefonszámát meg az időpontot. Ugye ez azért fontos, mert vissza fogjuk őket hívni, hogyha véletlenül valami nem jó, vagy ha többen vannak azon az időponton, akkor ugye mindenkivel beszéljük, hogy egy másik időpontot tegyük át, hogy ne legyünk itt 8-10, akkor nem tudunk majd egymásra figyelni. Jó, úgyhogy sok sikert kívánok az edzésekhez is Anikóval, sok sikert kívánok az egészhez, akkor találkozunk remélem minél többekkel, és akkor köszönjük a figyelmét, és remélem mindenki megtalálja ezt a lelki békét majd a békét. Köszönöm szépen! Január 17-én kerül sor a 3. szeri 6 órás úszóversenyre, melyre a kisteleki termálfürdőben kerül sor. A térségből számos község csapata képviselteti magát, melynek elsődleges célja nem feltétlen az egymás elleni versenyzés, hanem a sportág népszerűsítése, valamint egy jó hangulatú, baráti sportrendezvényen való részvétel. 2015-ben immár 3. alkalommal kerül megrendezésre a 6 órás úszóversenyt a kistelki termálfürdőben. Honnan érkeznek majd a versenyzők erre a szombati napra, illetve milyen versenyszámokban, kategóriákban indulnak majd? Ugye 6 órás úszóverseny Kisteleken, és a járás 6 települését hívjuk ilyenkor meg, amit még esetleg érdemes tudni, hogy ugye 3 pálya van, amit ilyenkor el szoktunk osztani, és így maximum 6 csapat tud indulni. Tehát teljesen jó ez a 6 órás úszóverseny 6 csapatnak a 3 pályán, hiszen többen nem is tudnánk lenni. Úgyhogy ilyenkor a kisteleki csapat mellett a környékbeli településeket hívjuk meg, és én módon a szombati napon a kisteleki cápák csapata mellett itt lesznek Pusztaszerről a pusztaszeri szárcsák, Csengeléről érkeznek a csengelei rozmárok, Baksról jönnek a baksi bálnák, és természetesen nem maradhatnak ki majd az ópusztaszeri delfinek sem a nemes küzdelemből. Összesen 5 csapat részvételével fog ez most lebonyolításra kerülni, mert egyéb elfoglaltságok miatt Balázsa sajnos visszamondta az indulást. Minden esetben nagyon jó szórakozásnak tűnik még a sport mellett is, és a versenyszámokról azt kell elmondani, hogy egyetlen egy versenyszám van, egy darab 6 órás úszás. Tehát egy órakor, amikor az úszóverseny elkezdődik, a csapatok közül, a csapatok tagjai közül valaki beugrik a vízbe, és annak a csapatnak egészen este 7 óráig, tehát 6 órán keresztül folyamatosan úsznia kell. Vagy annak az egy embernek, vagy 50 méterenként váltanak a csapatok, vagy 20 percenként, óránként. A szabályokban ez szabadon kezelhető. Az a fontos, hogy egy órától 6 órán keresztül egy valaki a csapatból mindig vízben tartózkodjon. Ezt azért fogalmazom így még, hogy vízben tartózkodjon, és ne csak úszon, mert ez nem csak egy úszóverseny, hanem egy lassan nagy baráti rendezvény is, ahol az ide érkező települések csapatai ismerkedhetnek, barátkozhatnak már a másikkal, vagy megismerhetik a másikat. És hát például az ópusztaszeri delfinek csapatában mindig van egy mókamester, aki nem tud úszni, és ő úgy teszi meg ezt a távot vélhetőleg, amit ráró a csapat kapitánya majd, hogy egyfajta úszást imitálva, szögdelésekkel és bohóckodással tarkítva. De természetesen a verseny szabályai ezt lehetővé teszik, hiszen lesz majd az ópusztaszeri csapatban is olyan komoly úszó,
aki az ő időveszteségét majd megfelelő módon tudja kompenzálni. Hogyan fog felépülni ez a szombati nap, tehát mivel fog kezdődni, illetve mivel fog zárulni ez az úszóverseny? Az ideérkezést követően Antal Imre plébános úr fog egy visszentelést majd celebrálni. Ilyen nem volt még a kisteleki fürdőben. Nagyon örülök annak, hogy elfogadta plébános úr a felkérésünket, és rendelkezésünkre áll. Ő nem csak mint plébános lesz itt, és nem csak mint aki a visszentelést elvégzi, hanem egyébként úszni is fog. Ő az előző úszóversenyen is már részt vett, és hát ő ugye a járásból több településen is elvégzi a plébánosi feladatokat, úgyhogy nagyon jó eséllyel most is a pusztaszeri, a baksi és az ópusztaszeri csapatban aktívan fog sportolni, és ezen kívül. Tehát ez lesz 13 óra előtt egy nagyon rövid idővel, 13 órakor rajt, folyamatosan úszunk az egész csapat és mindenki egészen este 7 óráig, 7 óra után várhatóan 1-2 perccel ugye véget ér az úszóverseny, majd a diákok, akik az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolából érkeznek ide segíteni nekünk, ők is már korábban itt voltak, komoly segítséget adnak, hiszen ők ülnek itt és számolják, hogy ki melyik csapatból hány host úszott le. Ők ugye ezt 7 óra után pár perccel összesítik, megszületik a végeredmény, és a végén eredményhirdetéssel és a díjak átadásával ér majd véget a rendezvény. A díjak átadására Kistelekváros alpolgármesterét, Horváth János urat kértük föl, de rajta kívül vélhetőleg itt lesz még Darabos Gábor alpolgármester úr, aki szintén érdeklődött a rendezvény felől, illetve itt lesz még vélhetőleg, ha nem is az egész időtartam alatt, de megtekint bennünket majd Mészáros Gábor is, aki pedig ugye a Kistelekvárosi Önkormányzat Sportbizottságának a tagja. És hogyha már nevesebb vagy beosztásokat tekintve talán valamilyen szinten híresebb nevek kerültek szóba, akkor el kell mondanom, hogy Csengeléről a csapat vezetője Kormányos Sándor polgármester úr, és dr. Tóth Tibor jegyző is úszik a csapatban, valamint néhány képviselő is jelezte a részvételét. Pusztaszerről, a pusztaszeri szárcsák közül, ha bár nem ő a legöregebb szárcsa, de Máté Gábor polgármester úr várhatóan a csapat kapitánya, ahogy ez szokott lenni. Tehát az ő részvételével számolunk. Aztán ópusztaszerről. Eddig minden alkalommal itt volt dr. Ifjab Makra Ferenc alpolgármester, tehát ő is érkezik majd, és Baksról pedig lépni Sós Anita, aki a csapatot kíséri, úgyhogy nem csak klasszikus úszók jönnek majd el, vagy érdeklődők, hanem az önkormányzatok is, a polgármesteri hivatalok is képviseltetik magukat. Ugye a verseny ideje alatt értelemszerűen az úszómedencét majd csak a versenyzők használhatják, a többi medencét esetleg igénybe vehetik-e majd az ide érkező fürdőzők? Igen, természetesen ezt már korábban ki is plakátoltuk és megjelentettük, csak is az úszómedence lesz lezárva. A termálmedencét, az élménymedencét, a tammedencét nyugodtan lehet használni. A fürdőnek a többi szolgáltatása is, így például a masszírozás és a szaunázás is igénybe vehető. Nyilván igyekszünk majd minél kevesebb felfordulást okozni, éppen ezért ezt a területet majd le is zárjuk, de egyébként akár a kistelekiek, akár az ide érkező vendégek a többi szolgáltatást teljes mértékben tudják használni majd. Mint szervező, mit vár ettől a szombati úszóversenytől? Hát legalább 50 kilométert és nagyon jó hangulatot. És a kettő egyenrangú tulajdonképpen. A jó hangulat azért fontos, mert ez nem egy klasszikus úszóverseny, tehát nem arról szól, hogy folyamatosan nagyon gyorsan ússzuk és küzdjük le a másikat és a másik csapatot, hanem arról szól inkább, hogy a megjelenő csapatok azok sportoljanak. Ugye harmadszor tartjuk az úszóversenyt, de az úszoda az másfél éves, hogyha jól számolom. És van egy új sportág, amit itt a kisteleki kistérségben, a járásban meg lehet tanulni, meg lehet valósítani, meg lehet szokni. Tehát ennek a népszerűsítése. Elsősorban a sport szempontjából, másodszorban pedig az, hogy egy nagyobb baráti társaság alakult már ki az úszás révén is, részben ismeretlen emberek ismerték meg egymást ennek kapcsán, ennek révén, és nyilván itt olyan versenyzőnk is lesz majd, aki elkezdett járni ide az úszodába, itt ismerkedtünk meg, vagy itt találkoztunk gyakorlatilag sport
baráti vagy sportismeretségi kapcsolat révén, és ő is már jön a kisteleki csapatba úszni. Hát a másik pedig ez a baráti jó hangulat, legyünk együtt és egy jót szórakozunk, miközben egészségesen élünk és sportolunk egyet. A kisteleki Hétszínvirág óvoda a 2015-ös évben is számos rendezvénnyel, foglalkozással készül a gyerekek, valamint a szülők számára. Az élménydús tavalyi programok után ezúttal is igyekeznek minél változatosabb és hangulatosabb műsorokat összeállítani. 2015-ben is megrendezésre kerülnek a különböző ünnepekhez kapcsolódó óvodai programok itt a Hétszínvirág óvodában. Milyen rendezvényekre lehet majd számítani, esetleg lesz-e bármiféle újítás az eddigiekhez képest? Hát újítani mindig próbálunk, de azért hülyek maradunk az eddigi hagyományainkhoz, hiszen ezek már jól bevált gyermekeknek szóló és felnőtteknek szóló programok is. Ami talán a legközelebbi, az a január 27-28-án óvodai fotózásra került sor, amit szintén minden évben megrendezünk, és nagyon örülünk annak, hogy a szülők megveszik a készült képeket, és elégedettek a fényképésznő munkájával, tehát ez a legközelebbi. Ami igazából a pedagógiai programban is benne van, ez februárban a farsangunk lesz majd, ahova várjuk a gyerekeknek, hogy minél színesebb jelmezekbe öltözzenek be, természetesen kinti a saját szintjének megfelelően, illetve márciusban lesznek majd szülői értekezletek, hiszen itt a nagycsoportos szülőknek nagyon fontos, hogy az iskolai beiratkozások előtt egy átmenő vagy kis tájékoztatást kapjanak a szülők, mi az, ami rájuk vár majd, és illetve hogyan mehetnek a gyerekek, milyen fölkészültséggel az iskolába. Aztán április 1-én kerül megrendezésre a már hagyományossá váló nyuszi napunk. Reméljük az idén nem hó nyuszival fogjuk köszönteni a kedves vendégeinket. Ilyenkor teljes mértékben kinyitjuk az ajtót minden érdeklődő előtt. Meg szoktuk hívni a bölcsiseket, családi napköziseket, kipkopposokat, ringatósokat, hogy betekintést nyerhessenek szülőkkel együtt a rendezvényünkbe. Ez lesz egy nagy darab program. Aztán majálisunk lesz majd április 30-án, amit most úgy tervezünk, hogy ki szeretnénk látogatni az Óbusztaszeri Nemzeti Emlékparkba, és itt eltöltenénk egy napot, ahol a gyerekek a napi hideg élelmet megkapják, tehát az étkezés is meg lesz a gyerekek számára oldva. Aztán április 9-ére, ha az időjárás engedi, egy sportnapot tervezzünk be a sportpályára, ahol a nagyobbak, illetve azok a gyerekek, akik tudnak biciklizni, biciklivel jönnének ki, a kisebbeket pedig megoldjuk lovaskocsizással, tehát őket kivisszük és visszahozzuk, de csak egy délelőttös program, tehát az egész napunkat nem érinti. Aztán következik májusban a szokásos anyáknapi hetünk, amikor minden csoport itt az óvodában megtartja az édesanyák köszöntését. Egyénileg majd pedig sor kerül a ballagási műsorunkra, ami május 30-án lesz. Ez 8:30-kor kezdődik a Mosolygóalma csoport, és 9:30-kor a Szivárvány csoportnak a ballagási műsora, majd utána pedig június 1. szombatján az immár hagyományossá váló és az alapítványunk a gyarapító kerti partira kerül sor, aminek a bevételéből is most tervezzük a kisházaknak a felújítását, és a gyerekek kirándulására fogjuk fordítani, amíg marad belőle. Így a műsorokhoz visszatérve, mennyire könnyű így a gyerekekkel így együttműködni, együtt készülni, gyakorolni a különböző rendezvényekre, programokra? Hát azt gondolom, hogy ez a pedagógusoknak a fölkészültségén és az empátiáján múlik, de én, mint gyakorló pedagógus azt tudom mondani, hogy nagyon könnyű, hiszen ide tiszta, okos és ügyes gyerekek járnak, és ezt komolyan mondom, hiszen meg kell hozzájuk találni azt az utat és azt a műsort, ami a gyerekek korosztályának megfelelő, és akkor azt gondolom, hogy nincsen probléma. Még akkor sem, ha úgy járunk, mint most a karácsonyi műsorok előtt, hogy sajnos egy betegség, igen, megtizedelte a csoportok létszámát, de azt gondolom, hogy nem kellett szégyenkezni a műsorokkal. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel ezzel szemben mi a helyzet náluk, mire kell leginkább figyelni így a gyakorlás során, ők mennyire vesznek szívesen részt az ilyen műsorokban? Hát nekik nagyon fontos a motiváció, ami azt gondolom, hogy most például a cukor formájában nyilvánul meg, vagy pedig az, hogy kap egy matricát a kezére, vagy az, hogy elmegyünk kirándulni, fagyizni, sütizni, mert ilyet is szoktunk csinálni, tehát hozzájuk egész más úton kell közelíteni, nekik sokkal több időbe telik egy-egy kis versikét vagy éneket megtanulni, de azt gondolom, hogy az elmúlt műsorok kapcsán velük se vallottunk szégyen, hiszen nagyon lelkesen részt vettek benne, akár énekeltek, ritmust tapsoltak, tehát mindenféleképpen velük is lehet műsort készíteni, csak ugye ismételném, hogy velük hosszabb ideig tart ez a folyamat. Hogyha az előző évet értékelni kellene, akkor melyiket ítéli idézőjebb a legsikeresebbnek, vagy legemlékezetesebbnek?
Hát így nagyon nehéz kérdés ez, mert azt gondolom, hogy a gyerekek szempontjából mindegyik nagyon sikeres volt, és a pedagógusok szempontjából is, de talán azt gondolom, hogy amihez még a bensőség is hozzájárul, azt talán a karácsonyi műsorokra tudnám azt mondani, hiszen ide nem csak az anyuka-apuka jöhetett el, hanem a család bármely tagja, és én azt gondolom, hogy itt karácsony közelettével amúgy is egy picit jobban hatunk a lélekre, az érzelmekre, és talán ezt gondolom, hogy az egész évnek ez egyik legsikeresebb és a legszebb színfoltja. Akik most szeretnék beiratni a Hétszínvirág óvodába a gyereküket, ők mikor tehetik ezt meg? A Hétszínvirág óvodába bármikor be lehet jönni, ezt sokszor el szoktam mondani, hogy nekünk nincsen kijelölt nyílt napunk, de mivel kaptam jelzéseket, hogy szeretnének bejönni többen is akár egyszerre, ezért megbeszéltük a kolléganőkkel, hogy kedden és szerdán 8 és 12 óra között várjuk nagy szeretettel azokat, akik a hétköznapjainkba beszeretnének kapcsolódni, és bármely információért keressenek engem, szívesen állok a rendelkezésükre. A 13. kisteleki téli teremlabdarúgó bajnokság idei első fordulójának szombati napján többen is megmérkőztek, melyek közül a Lackó BT csapata az AFC Ocskó Transgárdáját fogadta. A most következőkben kettejük párharcát tekinthetik meg. Thank you.
Thank you.
Thank you.
a fejelés, az fontos. Thank you.
Thank you.
hozzá
Thank you.
Kedves nézőink, következő adásunkat a megszokott időben kedden tekinthetik meg, melyben magazin műsorunkkal jelentkezünk. Keddi adásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, míg pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 14 órától láthatják. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!